gyermekjátszó táncház csábította a kicsiket és szüleiket az Icsiliget árnyas fájé alá vasárnap. A szettevette zenekar Kneifelnél Lackó Krisztina vezetésével szórakoztatta a kikapcsolódni vágyókat. Úgy szoktam összeállítani a kis programot, hogy mindig igyekszem alkalmazkodni az adott időszakhoz, a néphagyományokhoz, az aktualitásokhoz. Ez most természetesen a nyár, mivel aratni nem lehet velük, ezért olyan játékokat kerestem, ami az állatvilágot célozta meg. A néptánc pedagógus hozzátette, az idei koncert a várakozásaikat felülmúlta, több mint 60 kisgyermekkel énekelték együtt a jól ismert népdalokat. Nem csak a tánc, hanem a népi hangszerek is megragadták a gyermekek figyelmét. Varó János népzenész a különleges hangok rendkívüli eszközeit ismertette meg a családokkal. Manapság inkább az elektronikus hangszereket látják, hallják, és itt viszont azzal találkoznak, hogy ezeket a hangszereket úgy meg lehet szólaltatni, hogy nem kell bedugni a hálózatban. Ezek nem elektromos hangszerek, hanem akusztikus hangszerek. És hát rendkívül különleges tényleg a paletta, ami itt van, hiszen a kukorica hegedűtől a tekerőig, a magyar dudától a középkori dudáig mindennel találkozhatnak, és nem csak látják, hallják, hanem ugye szétszedjük ezeket a hangszereket, és meg is mutatom őket, a részeit. Az interaktív hangszerbemutatón kívül kézműves foglalkozások és szórakozást nyújtottak a piknik résztvevőinek. Több évente kijárunk a lányokkal, ugye most már egyre könnyebb, hogy nőnek, így most már igazából csak az a lényeg, hogy sétálunk egyet, ők nézelődnek, ha találnak valami ilyet, ami lefoglalja őket, akkor ugye készítenek egy-két dolgot. Aztán utána hazasétálunk. A családi piknik helyszíne nem véletlenül lett az Icsiliget, a park nagysága és hangulata is hozzájárul a kellemes kikapcsolódáshoz. Ebben az időszakban kifejezetten figyelünk az Icsiligetre is, hogy programokkal töltsük meg minden egyes program elemnél, vagy minden rendezvénynapnál, hiszen az a célunk, hogy minél jobban széthúzzuk a rendezvény helyszínt, tehát a belvárost egy kicsit kibővítsük, és ne csak a Városház térre, a főutcára koncentráljunk, hanem elhozzuk az embereket az Icsiligetbe is, és azt hiszem, hogy egy nagyobb területen sokkal kényelmesebben, sokkal szellősebben tudnak szórakozni. A családi piknikre kórusmuzsikával, balettelőadással és kertmozival is készültek a szervezők.